Sziasztok! Üdv mindenkinek! Most éppen én a bemutatóteremben vagyok, és interjúvalom Bedő Beát, az Impact Hub-nak a vezetőjét, aki jelenleg otthon van, úgyhogy most így Zoom-on keresztül csináljuk az interjút. Köszönöm be, hogy becsatlakoztál a kis interjúba. Én köszönöm neked a felkérést, meg azt, hogy a témát elővezethetem. Bedő Bea, hogyha még nem ismerős a neve, akkor ő az Impact Hub-nak az egyik alapítója, és az én kimondatlan mentorom, aki végig segítette igazából a vállalkozásomat ahhoz, hogy ide eljussak. Úgyhogy mindenképpen ez a név, ezt meg kell jegyezni a mindenkinek szerintem. Nagyon sokat segített, mind ugye üzleti terv szempontjából, mind pedig mentor bármilyen kérdés szempontjából az elmúlt évek során be. Úgyhogy most igazából azért is kezdjük Beával ezt a beszélgetés sorozatot, mert a sok év tapasztalat alapján nagyon-nagyon jó dolgokat tud mondani. Be, egy kicsit mesélnél arról, hogy miért vagy most éppen az Impact Hub-nál, hogyan jutottál el egészen idáig? Igen, nagyon-nagyon köszönöm neked, Sandra, és mindig az a jó, amikor egy jó példával kezdjük, és azt gondolom, hogy a mi kapcsolatunk az idestől a két éve, vagy több mint két éve kezdődött, és tényleg nagyon jó látni egy kezdővállalkozónál, ahol elindul egy A pontból, mint ahogy te is, és onnantól kezdve hol vagy, és most úgy jelentkeztél be, mint hogy a bemutató termetből vagy, ami már mi pontosan tudjuk, hogy melyek voltak azok a mérföldkövek, amiket megtettél a vállalkozásod során. És egy mentornak meg azt látni, hogy az, akivel időről időre folyamatosan újabb és újabb témákban dolgozik, egyeztet, megosztják egymás között a véleményüket, támogatja a mentor a mentorádat, az mindig nagyon jó, hogy látni, hogy hova jut el, hogy azok a mérföldkövek hogy valósulnak meg, és esetleg akár hogyan módosulnak. Igen, köszönöm. Legfontosabb számomra most az, hogy az Impact Hub-nak vagyok az alapítója, de stóval 4 éve működik a közösségi irodánk az 5. kerületben. Maga az Impact Hub Budapest otthon nyújt divers közösségnek, és támogatja a társadalmi pozitív változást. De mit is jelent ez, és hogy is jövök én a képbe, és miért is volt ez a furcsa ötletem, mert hogy minden vállalkozás egy ötletből, vagy egy hiányállapotból jön létre. És az én gondolatom az először 2012-ben fogalmazódott meg, amikor a Startup Ökoszisztéma Magyarországon elkezdődött, hogy mindenképpen szerettem volna egy olyan teret, ahol csapatokkal, startupokkal, kezdő, még akkor az első egyetemi startup bootcampeket csináltuk, fiatalokkal, mentorként, trénerként dolgoztam, és utána persze volt egy igény is a fiatalok részéről is, bennem is az, hogy valahogy visszaadjak, hogy megmutassam azt, hogy a tapasztalataimat megmutassam, vagy átadjam, vagy mint egy jó mentor, folyamatosan felhívja olyan pontokra a figyelmét a csapatoknak, amelyeket megfontolásra száll, és igazából nem a tutit mondja meg soha, hanem irányt mutat, vagy egy utat mutat. És arra gondoltam akkor, hogy amikor elkezdtem ezekkel a csapatokkal dolgozni, hogy milyen jó lenne egy közösségi irodából bent tudnak dolgozni ezek a csapatok, képzéseket tudunk szervezni, plusz fiatalokat tudunk bevonzani, és egyben pedig felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire jó egy vállalkozás, és kimondottan akkor, hogyha ez egy társadalmi vállalkozás, és egy van társadalmi problémára ad választ egy üzleti megoldással. De hogy jöttem ide 2012-ig, hogy jutottam el? Én 21 évet eltöltöttem így multi kultúrában, multinacionális cégeknél, leginkább médiában, alapjában könyvvizsgáló vagyok. Passzívan 7 évet töltöttem a PricewaterhouseCoopersnél a kezdeti években, és utána pedig, mint felső vezető, gazdasági controlling vezető dolgoztam a médiában 14 évet. Tehát így összesen ez a 21 év. Azt mondjuk, hogyha így években számoljuk, sok, de tapasztalatban
Sokat szereztem, de együttműködésben és csapatokkal is a fejlődést és fejlesztést, ami azt látni, hogy hová fejlődik egy vállalkozás, ezt most az utóbbi, hát 2009 óta vagyok én vállalkozó, és azóta élem a vállalkozók világát, és ez most már az Impact Hub a harmadik vállalkozásom. Azért gondolom, hogy hiteles vagyok, mert mind a három vállalkozás működik, él, és célja van vele, és mindig láttam azt, és tudom azt, hogy honnan indultunk, és hová fejlődtünk. Igen, de hogy nem csak ugye, mint te, mint vállalkozó vagy hiteles, hanem rengeteg kisvállalkozásnak, kezdővállalkozásnak is segítesz a mindennapokban, mentorprogramok segítségével, kurzusok során, tanácsadás és egyéb ilyen platformokon keresztül, igazából már szerintem már több mint 1000 vállalkozásnak is segítettél, nem többnek, és szerintem így a legfőbb specialitásod ugye az üzleti terv. Tehát az mindenképpen segítesz szinte mindenkinél, nem? Én azt gondolom, hogy az üzleti terv és mindig a tervezés az alapja mindennek. Hogyha te egy vállalkozást, egy üzletet tervezel, annak is az alapjait, mint ahogy egy háznak felépítjük az alap, de akár egy karriernek egy tervét, hogyha van egy terved, ha még az az 1.0-as terv, akkor is, ha megszületik, akkor már valaminek az alapjait megveted. És természetesen az is jó, hogyha a fejünkben van, de azért ezt egy papírra mindenképpen érdemes leírni, és abból az 1.0-ból nagyon gyorsan lehet 2.0, vagy éppen 3.0, és a tervhez mindig vissza lehet nyúlni, azt mindig lehet módosítani. És egy üzleti terv, hogyha a vállalkozásod, és azt mondod, hogy ráteszed a karrieredet, és meghoztad azt a döntést, hogy te egy vállalkozást szeretnél indítani, akkor azt fontos tudnod, hogy egyáltalán mi az az értékajánlat, mi az az ajánlat, amit te kínálsz, mitől másabb az, amit te kínálsz, hogyan tudod megkülönböztetni magad a versenyhelyzettől, piacon hol pozícionálod magadat, és a másik legfontosabb, ki tesznek a vevőid, ki a célcsoportod, de a célcsoportban beletartoznak a partnerek is, akik nélkül nem jöhet le létre ez a vállalkozásod. És hát nem utolsó sorban természetesen a pénzügyi terv. Tehát az üzleti tervnek egy kis testvére a pénzügyi terv. És hogyha a tervezésről beszélünk, hogyha nincs egy terved, akkor egy ilyen helyzetre, mint ahogy most van, hogy én például én is otthonról dolgozom, és felelősek vagyunk azért, hogy ebben a járványügyi helyzetben felelősen viselkedjünk, és maradjunk otthon, de ez az új válság is, akár új lehetőségeket teremt egy vállalkozásnak. Tehát, hogy a változás azért az mindig új lehetőségeket hordoz. És ez igaz a válságokra is. És amiért egyrészt, igen, jól említetted, Szandra, nagyon-nagyon sok vállalkozásnak, már vállalkozásfejlesztési programokban vagyunk, az Incorpora programban, de említhetném pont a társadalmi vállalkozásokat fejlesztő ötlettől a megvalósításig a Social Impact Award-ot, vagy a Nőjön a cégemet, kimondottan női vállalkozóknak a támogatását, vagy a jövőben is tervezünk pont befektetésre érett vállalkozási programot, egy finance levet. De hogy miért is gondoltam azt, hogy ez egy tökéletes alkalom lenne, hogy a te oktatási platformodon érjünk el vállalkozni szerető, vagy akár vállalkozást már indító, lakodó, vagy éppen csak tanulni vágyó embereknek nyújtsunk egy szolgáltatást. Ez pont azért van, mert azt gondolom, hogy ebben a megváltozott időszakban fel kell készülnünk időben, hogy a legtöbbet hozd ki a vállalkozásodból. Hiszen megfelelő felkészüléssel könnyen lépéselőre tehetsz szert a versenytársaival szemben. Tehát, hogyha most ebben az új helyzetben, ebben az új lehetőséget látsz, és pozitívan nézel előre, akkor mondhatnám azt, és lehet, hogy nagyon sokan meg akarnának kövezni érte, de állom azt, hogy ez egy tökéletes alkalom a növekedésre. És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy úristen, mekkora abszurditást mondasz, mert ez lehetetlen, hova tudok növekedni, de hogyha mögé gondolunk, és nem akadunk le, és nem akarjuk szétszedni szavanként azt, amit mondok,
akkor higgyétek el, hogy, vagy higgyed el, te is, biztos, hogy Szandra, te is megélted, mert tudom, hogy volt változások, amelyek mind megfelelő irányban a vállalkozásodat továbbvitte, de hogy ezek a változások mindig új lehetőségeket hordoznak. És hogyha most erre, a mostani helyzetre egy business model canvas, tehát egy üzleti modell vásznak készítünk el, ami egy nagyon egyszerű módja, egy lapon tökéletesen szavakban meg lehet fogalmazni akár egy 20 oldalas üzleti tervet is, tehát ha ezek a szavak nincsenek ott ebben a 9 elemben, ami ez az üzleti modell vászonnak a 9 eleme, ami az alapjai, úgymond azt mondanám, tehát a mindenképpen a alapozást az üzleti modell vászonnál csinálnám meg, és abból már utána lehet készíteni egy sokkal részletesebb, természetesen kifejtett üzleti tervet, és ugyanúgy a pénzügyi tervet is. Tehát még egyszer, hogyha van is már, és már készült is, és vállalkozásod van, és már készítettél sok üzleti modellvásznat, vagy akár üzleti tervet, mindig jó újra elővenni, megnézni, mi változott, és a változáshoz te hogyan tudsz adaptálni. Én ugye mesteren az üzleti tervből írtam a szakdolgozatomat, és hiába tanultam azt, és írtam abból a szakdolgozatot, teljesen más volt, amikor ugye pár évvel később találkoztunk, és akkor, na jó, akkor ezt modellezzük le az én vállalkozásomra, akkor igazi emberekkel nézzük meg piackutatástének, kik lesznek az ügyfeleim. És az az üzleti terv, amit ugye 2017-ben, vagy 17-ben írtam, ugye, az most már teljesen más, mert teljesen megváltozott. És amit akár pár hónapja is ugye csináltam üzleti terv a magáról a rendezvénytérről, az is megváltozott, hiszen most egy offline rendezvényteret kell egy kicsit online-osítanom, de teljes mértékben ugye most is, nem azt mondom, hogy 180 fokkal, de azért nagyon-nagyon nagy változás történik abban, hogy hogyan kell most lemodelleznem az üzleti tervét ennek a rendezvénytérnek, ugye offline-ból online-el menni. És ugye pont ezért is indul ez a vállalkozásfejlesztési online program, ahol ugye Bea lesz az első szakértő, minden hónapban különböző témákat veszünk majd alapul, ugye az első lesz ez a Business Model Canvas, és haladunk tovább a kis vállalkozásnál, és nem kell, hogy ugye kezdővállalkozó legyél, tehát már lehet vállalkozás, hogy sőt, saját magamból indultam ki, és úgy szereztem meg ugye a szakértőket, akik még a saját vállalkozásomnál is segítenek, és ugye ez a program, ez hónapra hónapra egy előfizetéses rendszerben fog működni, és most indul ugye be a lesz az első szakértő, és más az, amikor tudod, hogy a fejedben van az, hogy ó, itt van ez a 9 alkotó elemes dolog, persze én is össze tudom dobni, de Beának olyan meglátásai vannak, olyan tapasztalati rendszere, és tényleg az évek és a networking megadta neki azt a lehetőséget, hogy olyan dolgokat belekérdezzen az üzleti tervbe, amiben utána 3 napig azon gondolkodsz, hogy na jó, akkor oké, de hogy hogyan menjek bele még jobban is teljesen őszintén abba, hogy ebből valóban lesz a pénz, vagy belegondolni, hogy igen, de ez milyen költségeket vonz maga után, és hogyan állnak össze igazából a különböző elemek egy egész vállalkozása és üzleti tervé. Úgyhogy jól megmosolyogtad, amikor mondtad, hogy növekedés, és hogy hiába van egy üzleti terved, most ebben a helyzetben igenis el kell gyászolni azt, hogy elengedjük a múltat, meggyászoljuk, megittunk pár üveg bort, és sírtunk egymás vállán, és most pedig ki kell alakítani, hogy jó, mostantól kezdve ebben a jelenlegi helyzetben milyen üzleti tervvel, milyen pontok alapján haladunk tovább, hogy növekedni is tudjunk, és fel tudjunk építeni egy menő vállalkozást, ami pénzt is hoz, nem utolsó sorban. Iszom szavaidat, egy lapon vagyunk, vagy egy hullámhosszon mondanánk, maximálisan. Minden vállalkozónak az első és a legfontosabb és az origója az, hogy úristen, miből lesz pénzem. Én nagyon a struktúráltság híve vagyok, és az egyszerűség, szóval ne bonyolítsuk túl, de hogyha nem tudja valaki nekem megmondani, hogy a 3 célcsoportból, amit meghatároz,
hogy kik azok, és nem tudja rögtön azonosítani, hogy azoknak milyen szokásai vannak, hol találom meg, milyen fizetési módja van, stb. És az értékajánlatomat, tehát pont az, ami a szolgáltatást, ami óhatatlan bele kell ütnöm abba a célcsoportba, és ha nem akar, akkor is észre kell venni engem. És ha ez a kettő, a célcsoport és az értékajánlat úgymond nincs meccsbe, az, amit én akarok, és amire neki van igénye, ugye, akkor azt gondolom, hogy már valami félrement, és akkor a fogaskeréken újra kell változtatni. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy egyszerűen csináljuk meg, készítsük el ezt az üzleti modellvásznat. Minden mindennel összefügg, mert amikor azt mondom, hogy értékesítés, akkor az nélkülözhetetlen a célcsoporttal, nélkülözhetetlen a pénzügyi terv árbevételtől, vagy éppen arról, hogy mennyi lesz a változó költségem, amiben megint vannak nehézségek és kockázatok, de ugye a kockázatokat előre, ha nem méred fel, és előre nem készülsz rá erre a változásra, vagy éppen ezzel járó kockázatokra, akkor ha hirtelen megüt a változás, és hirtelen ott terem a kockázat, és felkészületlen vagy, az egy sokkal nagyobb veszély, mint hogy akár most, ebben a periódusban, ahol most azt kell mondanom, hogy mindenkinek ideje van egy kicsit arra, hogy meg... Ezt akartam mondani, hogy ráérünk. Hát igen, de hogy az a ráérés is az, hogy munkával ráérni. Megteremteni arra a lehetőségedet, hogy most, és a céljaidat, hogy ezeket a felkészülési időszakban, és ezeket a sarokpontokat, vagy mérföldköveket is megállapítsad a vállalkozásodnál is. És ebben tényleg azt tudom mondani, hogy segít a Business Model Canvas, hogy a BMC-nek rövidítjük, vagy üzleti modellvászon, ez a vállalkozásnak az alapjait fejted le. De benned tartozik az is, hogy ott van egy pénzügyi terv, tehát ott van a 9 elem között a bevétel, bevételi struktúra, amihez már tudnod kell, hogy te most éppen milyen bevételed lesz. Te most jutalékból fogsz bevételt szerezni, és a vevő jutalékot fog fizetni neked, vagy éppen szolgáltatási díjat, vagy éppen termékeladást. És akkor ott kell tudni pontosan már tisztában lenni azokkal az adatokkal is, amelyek egy pénzügyi tervhez. Azt mondom neked, Szandra, hogy például egy pénzügyi tervet is 30 perc alatt meg lehet csinálni, akkor azt szokták mondani az emberek, hogy ó, de hogy hát már két hetet gyötrődöm rajta, és fogalmam sincs, és még mindig nem tartok sehol. És azt mondom, hogy ez 30 perces művelet, a legegyszerűbb és a legszimplább, de mégis egy alap pénzügyi terv, mert benne vannak, csak hogy neked az adatokat kell hozni, tehát mikor már tudom a bevételi forrásomat és a struktúrámat, hogy mit fogok számlázni és miért fogok számlázni, meg azt is tudom ugye a célcsoportnak, hogy kinek, akkor utána már ezt úgy tudom, hogy ebben tudom, hogy ez mennyibe fog kerülni nekem, tehát milyen költségeim lesznek, és akkor fogom tudni azt, hogy milyen változó, vagy éppen fix költségeim vannak. Köszönöm be, igazából szerintem láthatja mindenki, hogyha erre a vállalkozás fejlesztési előfizetéses programra jelentkezik, akkor mennyire gyakorlatias lesz, és nem feltétlenül nagyon az elméleti hátterekről fogunk beszélni, vagy hát a szakértők fognak beszélni, én csak a ragacs vagyok. Az elméleti háttérről fognak beszélni a szakértők, hanem nagyon-nagyon gyakorlatias lesz, hétről hétre meg kell csinálni az adott feladatot. Nem kell napokat is heteket beleölni ebbe a kis minikurzusba, előfizetéses rendszerbe, de hogyha egy adott területen nagyon szeretnél elidőzni, akkor ez a kurzus megadja neked azt, hogy igenis ülj le, és akkor ezt a BMC modellt most a jelenlegi helyzetben gondold át, és tényleg struktúráld át, hogy akkor most milyen akár kiadásaid vannak, milyen bevételeid vannak, úgyhogy beával indul ez a vállalkozás fejlesztési program, és hogyha szeretnétek információkat megtudni erről, akkor a leírásban, de a komment szekcióban is megtudhatjátok, beát az Impact Hub-on keresztül is elérhetitek, de mint már említette, ugye az interjúban elég sok programban is benne van, de az Impact Hub-on keresztül mindenképpen eléritek beát is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm be, hogy velem tartottál most ebben az interjúban, és hogyha Beáról többet szeretnétek, akkor nézzétek meg a vállalkozás fejlesztési előfizetéses programot is. Köszönöm be, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Én is nagyon köszönöm, hajrá! Sziasztok! Sziasztok!